Nagyon felemelő. Nagyon-nagyon jó ez a sok női energia, és nagyon pozitív töltetet tud adni. Fiatal lányok, asszonyok kaptak helyet a körben, a régi szokások szerint ezen a napon a megszentelt helyeken járhatták a bőti karikázót. A kizárólag énekszóval kísért egyszerű lépésekből álló tánc, a kapuzók és a falu kerülés is a tavaszhoz, az újjászületéshez kötődő szokás, aminek a története még a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza. 100 asszony, nő és lánykának egyszerre mozdul az egész fizikai léte, és hogy a szellemiségünk is azt gondolom, hogy egyfajta trenírozáson megy át, mert hát az egész bőti időszak azzal telik, hogy mi ezekre készülünk, ezeket a szövegeket begyakoroljuk, megtanuljuk és énekeljük. Leírhatatlan egyébként ez az érzés. Totál 7 éve volt először a Kenderke szervezésében bőti karikázó, amelyhez időről időre további néptáncműhelyek is csatlakoznak, mint a tatai pötörke vagy a tatabányai forgórúzsa központ. Mindig irigykedve néztük a tatai lányokat, asszonyokat, hogy nekik milyen szép ez, milyen felemelő érzés itt, és hát Tata eleve egy olyan hely, olyan millió, amit nem szabad hiszem kihagyni. Ezt az érzést, amit valahogy vissza tudtunk hozni ezzel az egész karikázóval, amit valamikor a lányok és hát inkább az eladó lányok átéltek, hát ez nagyon felemelő, mert tudjuk egy kicsit rekonstruálni a régmúltat. A korábbi évekhez képest a változás, hogy az énekek és gyökereik egyre közelebb kerültek, azaz most kizárólag Komárom vármegye és Somogy vármegye jellegzetességeit mutatták meg a táncosok.